Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket. Hát annyira el vagyok keseredve, hogy gondolkozom, hogy hogyan tudnék én hálás lenni. Miért legyek hálás? Hát gyerekek, olyan nehéz hálás lenni, amikor tényleg gondod van és problémád. Amikor úgy ámblok minden összejön, és még ráadásul fájdalmad is van. Na most nekem úgy fáj a bal térdem, hogy majdnem összecsuklott, amikor mentem az úton, úgyhogy alig vártam, hogy visszatocsogjak a kocsihoz, és azt hittem, hogy végem van, így a hajlatba annyira belenyilalt, hogy na mondom, most mi lesz, hogy érek vissza a kocsiig, és szóval nagy nehézkesen visszaértem sántikálva, most azóta is sajnos sántikálok, és bedagadt csúnyán a térdem, nem tudom, hogy látszik. Nem tudom itt, hogy látszik, hogy így mennyire hatalmas, én úgy érzem, hogy hatalmas lett a térdem. Szóval, hogyan legyél hálás, amikor annyi bajod van, igaz? Miért legyek hálás, amikor annyira sok bajom, problémám így összegyűlt, és akkor most alig tudok mozgásomba korlátozott vagyok, alig tudok lépkedni. Tehát nem úgy az, hogy most menjek egyet kirándulni, egy szép őszi idő, amikor nincs hideg. Még az a legjobb, amikor nincs hideg, már ezek a sok, mit tudom én, apró bogarak mázi, úgy eltűntek, a szúnyogok nincsen. Tehát most lehetne itt jó nagy sétára, és akkor beütött a krak, mert nem tudok szinte menni. Elmegyek a Kósánig, vagy valami, de a közértig, de hát nem tudok sokat tenni. És akkor úgy gondolkoztam, hogy most hogyan legyek hálás? Miért legyek hálás? És aztán elkezdtem így mélységébe hálát érezni. Annyira hálás vagyok, Istenem. És tudom, hogy az Úr mellettem van, a Jézus mellettem van. És szinte sokszor érzem, hogy itt van mellettem. Itt van mellettem, és vigyáz a térdemre, a lábamra. És akkor miért is legyél hálás? Én például most megtaláltam a módját, hogy miért legyek hálás. Megtaláltam a választ. Hát azért legyek hálás, hogy nem fáj a jobb. Mert a bal nagyon fáj, de az nagyon. Nem tudom, hogy mennyire daginak látjátok, a bal nagyon, hát most akkor a jobb meg nem. Tehát akkor miért legyél hálás? Én azért legyek hálás, hogy nem fáj a jobb. Képzeld el, ha jobb is fájna, hát akkor tényleg nem tudnék menni. Hát az katasztrófa lenne, ha jobb térdem fájna, de nem fáj. Hálát adok az Úrnak, hogy nem fáj a jobb térdem. Isten is megsegített, esküszöm. Hidd el, hogy keresni kell a módot, hogy miért legyél hálás. Feltettem egy videót arról a kislányról, aki ugye a tolószékben ül, és akkor kérdezi az anyukáját, hogy mindene fáj, és hogy mit akar, mit szán az Úr vele, mit akar a Jóisten vele. És akkor úgy elgondolkoztam, nagyon sokat sírtam a kislány miatt, és úgy elgondolkoztam, hogy mi a fenét nyavajgunk mi? Hát hogy nyavajoghatsz, amikor a saját lábadon mész? Meg tudsz mindent tenni, a saját kezeddel leszel, a lábadon mész, hánynak nincsen, nem tud lábra állni, ott van a tolószékbe. De akkor miért legyél hálás? Hát mindenért, azért legyél hálás, hogy itt ezt az autót vezetem, két kezemmel is tudom vezetni. Miért legyek hálás? Azért legyek hálás, mert a szememmel látok. Hányan ezt nem tudják megcsinálni, gyerekek? Hányan nem látnak, igaz? Hányan? Nagyon sokan nem látunk, igaz? Miért legyél hálás? Azért legyél hálás, mert a saját lábadon mész ki a mosdóba reggelente. Adj hálát az Úrnak, hogy a saját lábadon mész ki. Hányan nem a saját lábukon mennek ki, hanem ül be a tolószékbe, és úgy tolja ki magát. Mindenért legyél hálás. Találd meg az utat, módot, hogy miért legyél hálás. Mindenért tedd össze a kezedet az Úrnak. Minden, amit
kapsz, ami körülötted van, mindenért legyél hálás. Gondold el, a saját ágyadban fekszel. A saját lakásodban fekszel, a saját ágyikódban fekszel. Miért legyél hálás? Hát ezekért legyél hálás. Hányan nem tudnak a saját ágyukban, mert hajléktalanok, vagy bérelnek. Jó, az is jobb a bérlés, de hányan hajléktalanok? Miért legyél hálás? Hát szedd össze a gondolatokat, azért legyél hálás, amit van, amit már megvan. Épp elméd van, épp eszű vagy, mert hányan nem? Ugye sokan vannak, akiknek ugye szellemileg gondok és problémák vannak. Milyen nehéz annak, gondold el. Itt vagy épp elmével, teljes mértékig tiszta aggyal, és tudod, hogy holnap mit teszel, vagy mit tehetsz meg, tudsz dönteni a saját dolgaidról. Hányan nem tudnak dönteni a saját dolgairól, és kénytelenek egy mást segítséget igénybe venni, és azt kell megcsinálni, amit ők mondanak. Lehet bizony hálás lenni mindenért. Minden reggel adj hálát azért, hogy itt vagy, hogy élsz, hogy a saját szobádba kelsz fel, hogy a saját konyhádba megcsinálod a kis reggelidet, a saját kis szférád van, ami a tiedé. Adj hálát ezekért az Úrnak. És ha még van egy olyan megélhetésed, amiből rendesen meg tudsz élni, ezért is adj hálát az Úrnak. Hánynak nincs? Hány ember küszködik fillérekért, mert nincsen munkája, és nem sikerült? Pedig akar? Aztán előbb-utóbb úgy is lesz annak, aki akar. Ezt elhiheted nekem. Aki dolgozni akar, az biztos, hogy fog. Az biztos, hogy talál munkát. Tehát az megtalálja a módját, hogy hol dolgozhasson, hidd el. Tehát légy hálás mindenért. Légy hálás azért, hogy felülsz a villamosra, és el tudsz menni a munkahelyedig. Légy hálás azért, hogy napi közlekedésben teljes mértékig, teljesen nyugalomba, békességbe tudsz közlekedni. Légy hálás, hogy oda tudsz eljutni, ahova szeretnél. Annyi mindenért lehetünk hálásak, gyerekek. Légy hálás, hogy gyereked van. Hány csak szeretne, és nincs gyereke. Légy hálás mindenért. Minden apró dologért. Találd meg a fűszálat is, találd meg itt. Mert itt vannak fűszálak, és azt is találd meg, és azért is legyél hálás, hogy te láthatod a fűszálat, hogy te láthatod, érzékelheted, oda mehetsz, levehetsz róla egy fűszálat, légy hálás ezekért a dolgokért. Légy hálás azért, mert látod, hogy nyílik a nap, hogy csodálatos a nap, hogy mennyire szép a nap. Hányan nem látják a napocskát, igaz? Légy hálás mindenért, mindenért. Még azért is legyél hálás, hogy milyen szép ruhadarabot tudtál fölvenni. Másnak ez nem adatik meg. Mennyi mindenért gondold el, hogy lehetsz hálás. Van egy videó, gyerekek, amikor a hölgynek mindkét keze hiányzik, és úgy neveli a kislányát. Olyan boldog, hogy el se tudom mondani. Olyan aranyos, ahogy kiveszi, és akkor fésüli a szájával, a kezével a kislányt, és öltözteti a lábával. Gyerekek, legyetek hálásak mindenért, minden apró dolgokért, és hidd el, hogy az Úrnak ott vagy benne, és fog neked segíteni mindenben. Mindent lát az Úr, mindent hall az Úr, és minden pillanatodban tisztában van vele, hogy most te hogy vagy, és hogyan állsz. Anyagilag is, erkölcsileg is, családilag is, tehát hidd el nekem, és legyél hálás mindenért. Ha ezt meg tudod fogadni, hidd el nekem, hogy szebben indul a nap. Szebben indul a nap. Most éppen a csípőm kevésbé fáj, mint a térdem, ezért is hálás vagyok, hogy most megenyhült a csípő fájdalmam, pedig napok óta kegyetlenül fájt a csípőm. Keresd meg a módját, hogy hogyan lehetsz hálás. Legyél hálás annak, ha gyermeked van, ha unokáid vannak. És mindenért. Köszönöm szépen!